pszichológia mesterszakos hallgatók kutatásának eredményeit, többek között a pandémia alatti tartós otthoni munkavégzés hatásairól, és annak dolgozókra és a csapatokra mért hatásáról fog beszámolni. Végül pedig a Budapesti Corvinus Egyetem oldaláról Valasek Vivien mutatja be saját TDK dolgozatának eredményeit, amelyel egyébként Vivien második helyezést ért el. Mint minden alkalommal ezúttal is, amint Viktor is említette, a chat ablakon keresztül várjuk kérdéseiket, hozzászólásaikat, amelyekre az utolsó negyed órában, 10 percben szeretnénk kitérni, és én ezzel át is adnám a szót nektek, Júli. Nagyon szépen köszönöm Kira és Viktor a felvezetést, valamint a bemutatást és a webinár szervezését is, illetve szeretném megköszönni a PMI Budapest elnökének, Remmel Lászlónak a meghívást. Annál is inkább, mert nagyon klassznak gondolom, hogy lehetőséget adott nekünk arra, hogy projektmenedzsment és pszichológia találkozzon. És még mielőtt megnyitnám a prezentációt, én is arra bátorítanál titeket, hogy nyugodtan használtuk a chat funkciót. Nekem szakmailag kifejezetten érdekel, hogy mi hozott ide titeket, mi az a téma, ami foglalkoztat benneteket ezzel a témával kapcsolatban, illetve nyugodtan kommenteljetek, ezt a végén meg fogjuk nézni, kérdéseket is írjátok le nyugodtan, nem valószínű, hogy mindenre fogunk tudni válaszolni az időrövidsége miatt. Azt tervezzük egyébként, hogy kb. Egy 50-52 percig fog tartani kettőnknek az előadása, én az első 30-35 percre beszélek, az utolsó negyed órában pedig Vivien fogja bemutatni az ő kutatását. Nem tudom, látszik? Rendben minden? Igen, látszik. Szuper, nagyon jó. Oké, tehát ahogy Kira is felvezette, két részből áll ez a mai webinár. Egyrészt jó magam a csoporttársaim nevében bemutatom azt a kutatást, amin fél évig dolgoztunk. Hálásan köszönöm Kacz Tündének, Fazekas Viktornak, Széchenyi Fruzsinak és Takács Gergőnek, hogy megadták azt a lehetőséget, hogy most én prezentáljak az ő nevükben is. Azzal kapcsolatban, hogy milyennek látták a magyar munkavállalók a tartós home office-ban való tapasztalatot. A témavezetőnk az ország egyik ismert munkapszichológusa, dr. Kun Ágota volt, és egyébként a Pszichológiai Kutatásokai Bizottság jóváhagyta, engedélyét kellett kérnünk, hogy ezt a kutatást lebonyolítsuk. Másrésztről pedig Viviennek a dolgozata kerül bemutatásra. Vivien úgy került a képbe egyébként, hogy jó magam évek óta véleményezek Corvinusos szakdolgozatokat, különféle főleg projektmenedzsment témában írt dolgozatokat, és dr. Braskovics Bálint, aki az ő témavezetője volt, elküldte nekem Vivien dolgozatát pár héttel ezelőtt, és döbbenten tapasztaltam, hogy nagyon hasonló eredményekre jutott, mint mi pszichológia szakon, amikor fölmérte azt, hogy azon a munkahelyen, ahol ő most dolgozik, hogyan alakult a tartós home office-ban a projekteken dolgozóknak a pszichés mentális jóléte. Magamról még pár gondolat. Van egy 12 évnyi projekt, program és portfólió menedzsment tapasztalatom, különféle nemzetközi cégeknél dolgoztam. Minősítésem kettő is van, angol szász, amerikai is, illetve egy francia menedzser képzőben szereztem menedzsment szakos mesterdiplomát. 2013-ban pedig az év projektmenedzsere díját is elnyertem a szakma révén. Ezt a Vodafone korlátlan beszélgetések nevű tarifacsomagnak a bevezetését és a teljes termékportfólió átalakításáért kaptam, amit egy kb. 100 fős csapattal bonyolítottam le fél év alatt. Ez díjazta végül is a projektmenedzsment szakma 2013-ban. A szakmai profilom kettős, ahogy látjátok, mert hogy az elmúlt pár évben a pszichológia és a coaching irányába irányult a szakmai figyelmem, és el is kezdtem 40 éves koromban a pszichológia tanulmányokat. Alapszakon Debrecenben végeztem, most pedig a Műszaki Egyetemen munkai szerzőpszichológus képzésben veszek részt. Előjáróban csak annyit, hogy ez nem, tehát a mi képzésünk nem a mentális, klinikai esetekkel foglalkozik. Jól, egy pszichológus leszek jövőre, azonban nekem a klienseim, ügyfeleim azok a cégek, vezetők és a csapatok.
viszont a munkapszichológiának szerves része a munkahelyi stressz, úgyhogy ilyen szempontból ez kötődik a kutatásunk témájához. Ezen túl minősített coach vagyok, és jelenleg végzek épp a londoni Coach Akadémián, mint rendszerszemléleti team coach. És akkor amiről lesz szó, egyrészt pár szlájdot hoztam nektek arról, hogy miről is szólt az elmúlt több mint másfél, vagy több mint egy év a COVID-pandémia alatt, mit értünk itt stressz alatt, és hogyan kapcsolódik ez az egész a home office-hoz. Ezt követően rátérek a kutatás bemutatására, levonom a tanulságokat, majd átadom a szót Viviennek. Igen. Ahogy a címben látjátok, COVID-pandémia versus pszichopandémia nevet adtam ennek a szlájdnak, ugyanis amikor tavaly márciusban elkezdődtek világszinten, világviszonylatban is a korlátozások, akkor elég hamar, pár héttel a pandémia kitörése után a pszichológus társadalom, a pszichológus szakma felismerte, hogy egy olyan pszichés hatásai következményei lesznek a pandémiának, ami az egész lakosságot érinteni fogja. Ezt nevezték egy pszichopandémiának, viszont az első hullámban ez még nem igazán volt tapasztalható, erről most mindjárt beszélni is fogunk, hogyan alakult ez pszichésen, viszont a második hullámban ez már nagyon kiéleződött, és gyakorlatilag már tavaly áprilisban én olyan előadásokon vettem részt a pszichológia tanulmányaim révén, ahol fölhívták a figyelmünket arra, hogy várható lesz a pszichés problémákkal kapcsolatos megkeresések, és felerősödnek ezek a tünetek. De először nézzük meg, hogy mi mindennel járt a COVID-pandémia. Három aspektust hoztam el. Az egyik ugye a járványügyi korlátozásokból fakadó stresszfaktorok. Ide tartozik a társas izoláció. Erről már nagyon sokat hallottunk, hogy a társas lények vagyunk, ez borzasztóan erősen érintett bennünket, az ebből fakadó stressz szinte mindannyiunkat érintett. Valami nagyon komoly gazdasági visszaesés és tapasztalható. Szakemberek és elemzők szerint mostani gazdasági következménye a pandémiának meghaladják a 2008-2009-es világgazdasági válságot. Hoztam nektek egy kis statisztikát a Nemzetközi Munkaügyi Világszervezettől. Ma a világon 33 millió munkanélkül van, az egy év alatt ennyi munkanélküli lett, és 88 millió inaktív munkavállaló van jelenleg a világon, közel 6 millió Európában. Azok, akik szabadúszóként dolgoztak, mint jó magam, és szembesültek az ügyfélvesztéssel, én például tavaly hónapokig a megtakarításomba kellett, hogy éljek egyik napra, másikra elvesztettem az ügyfeleimet. Ugyanígy vannak szektorok, ahol sokkal jobban érintettek lettek a pandémiáttal, és ugye elindultak a csőd bejelentések, a leépítések. Mindezzel párhuzamosan megváltoztak a munkakörülményeink. Ugye bevezetődött ez a tartós home office egyik napra másikra. Hibrid munkavégzésre kezdtünk el aztán áttérni, a dolgozók egyrészt otthonról, másik az irodából végezte a munkát, és ez a mai napig tart ez a folyamat, tehát mi nem tisztult le, hogy milyen irányba megy a munkavilága, de azért várhatóan egy ilyen nagyon vegyes helyzet fog előállni. Új kollaborációs platformok és kommunikációs csatornáknak az elsajátítását eredményezte ez az időszak, és mindez egyfajta technostresszel járt, nagyon terhelő pszichésen a napi 8-10 órás online lét, valamint ami még kihangosodott ebben az időszakban, az az, hogy nagyon megváltozott a vezetői szerep, átértékelődött. Gyakorlatilag már tavaly márciustól, áprilistól olyan előadásokra hallgattam be, amerikai, angol és magyar előadásokra is, ahol arról beszélgettünk, hogy vezetőket nagyon meg kell támogatni, hiszen a virtuális térben átalakul a vezetői szerep, teljesen más lesz a számonkérés, a kontroll, a visszajelzésnek a módja, és erre meg kellett tanítani, és kell a mai napig tanítani a vezetőket. És egy negyedik aspektusa a korlátozásoknak, az otthon az egész családdal lehet jellemezni, amikor iskola, óvoda, munkahely, családi élet egy térben, egy helyen zajlott húzamosabb ideig. Amit látni a nemzetközi kutatásokban és a hazai tanulmányokban is, hogy a nőkön nagyobb volt a terhelés ebben az időszakban, illetve felerősödött a családi erőszak is. Erre a nemzetközi kutatás egyébként egy kormányzati tanulmányban, jelentésben találtam, ahol kiemelik azt, hogy Magyarországon is jellemzőek ezek a jelenségek. Egy másik aspektusa a pandémiának, az egészségünkhöz kapcsolódik.
ugye minden, ami a fertőzöttséggel járt, ez milyen traumatizált bennünket, vagy személyesen, vagy a családunkban, tehát alig van olyan ember, aki ne ismerne valakit, aki ne fertőződött volna meg, tehát azért nagyon-nagyon számolni kell azzal is, hogy áttételesen, indirekt formában is tudunk traumatizálódni egy ilyen pandémia során. Kialakult egyfajta egészségszorongás az emberekben, illetve amit itt látok, még xenofóbia névvel illeti a szakirodalom, a szakma azt, amikor a karantén és a vakcina, hogy ki milyen vakcinát vesz föl, illetve ki kellett rakni, hogy karanténban van, ez egyfajta ilyen megbélyegzést vont maga után, és ez szintén súlyosbította az egyébként is társas izoláció nehézségeit. Egy harmadik aspektusa a stresszforrásoknak, az konkrétan a médiához köthető, a social media szerepéhez, illetve a politikai közélettel járó stresszforrások tartoznak ide. A Nemzetközi Egészségügyi Szervezet, a WHO infodémiának nevezte el azt a jelenséget, amikor pandémia alatt mindenféle spekulációk, félretájékoztatások, álhírek indulnak el, amik viszont nagyon megnehezítik a pandémiából való kilépést. Ezért például egy külön tanácsadó testületet hoztak létre, hogy felügyeljék, hogy az egyes államokban milyen mértékű az infodémiának a térnyerése, és ott be is avatkoztak, amennyiben ez problémás lett. Most tehát itt egyik oldalon van mindaz, ami stresszként jött a pandémiával. A másik oldalon most azt fogjátok látni, amit pszichológiában úgy hívunk, hogy stresszválasz vagy stresszreakció. És vannak ezek a tényezők, azonban nem mindenki ugyanúgy reagál ezekre a helyzetekre. Egyébként is személyiségfüggő, hogy hogyan reagálunk a stresszre, hogyan küzdünk meg vele. Viszont az is fontos szempont, hogy kit mennyire ért mindez, amire föl van írva, mennyire halmozott a stressz, amin át kellett menni, vagy érintőlegesen vett részt benne. Minden esetre, ami kimondható, az, hogy van egy módja, hogy a stresszre reagálunk, ez lehet pozitív. Gyakorlatilag a reziliens, agilis, adaptív viselkedést értjük ez alatt. Az elmúlt egy év a szakemberek szerint a rezilienciának az éve volt, ez számtalan fórumon, kutatásban, tanulmányokban lehetett látni, gondolom ti is találkoztatok ezzel, hogy megnövekedett a reziliens képzéseknek vagy tanfolyamoknak a száma. Ahogy a kis ábra is mutatja, ez az egész reziliencia, meg a rugalmas adaptálódás gyakorlatilag arról szól, hogy ér bennünket valamilyen stresszhelyzet, egy benyomás, egy külső hatás, ez egy darabig hat ránk, azonban, hogyha egészséges pszichés berendezkedéssel bírunk, illetve a személyiségünk is inkább rugalmas, akkor könnyen, gyorsabban vissza tudunk állni egy normális, egészséges állapotba. Ehhez képest viszont, amikor azt érezzük szubjektíve, hogy nem tudunk megbirkózni a stresszel, akkor úgynevezett negatív stresszt választ adunk ki. Na most a másik oldalon található stresszfaktorok fényében elmondható az is, hogy minél huzamosabb ideig vagyunk kitéve ezeknek a stresszoknak, annál nagyobb a valószínűség, hogy negatívan reagáljuk ezt le. Tavaly júliusban a British Columbia Egyetem kutatói megfogalmazták a COVID stressz-szindrómát, ez bekerült a pszichiátriai tünetcsoportok közé. Gyakorlatilag mindazokat a tüneteket, mint félelem a munkahely elvesztésétől, a xenofóbia, a megbélyegzés, a szorongás, a terheltség a hírek miatt, tehát ezek tartoztak a stressz-szindrómába, viszont idén januárban megjelent a post-COVID stressz-szindróma is. Ez nagyon hasonlít a poszttraumás stressz-szindrómához, amikor egy huzamosabb idei, vagy valamilyen nagyon-nagyon stresszes esemény történik, akkor annak van egy utóhatása, egy utórezgése, ami alatt kijön úgymond ez a stressz rajtunk. A Magyar Pszichológiai Társaság pedig karanténfáradtságnak nevezte ezt, ami a pandémiához köthető negatív stressz. És hoztam nektek egy szlájdot arról is, hogy teljesítmény és stressz kapcsolata hogyan is függ össze. Gondolom, sokan ismeritek Yerkes and Dodgsonnak ezzel kapcsolatos törvényét. Ugye a koordináta egyik oldalán a teljesítmény látható, a másodikon pedig a nyomás, illetve a mai modern szóval a stressz szintje. Ez az ábra azt hivatott mutatni, hogy egy bizonyos szintig szükségünk van a stresszre, ezt nevezhetjük pozitív stressznek, amikor
aktiválódik a hormonrendszerünk, az idegrendszerünk, és igazából ki tudja hozni belőlünk a legjobbat. Hétköznapi nyelven ezt hívjuk egyébként kihívásnak. Tehát ha végigmegyünk ezen a harangörbén, a minimál stressz, vagy amikor nincs semmi kihívás, teher rajtunk, akkor az ugye ez egy ilyen alulterheltséget jelent, akár az unalomig is elmehet. Aztán ahogy növekszik a terhelés vagy a stressz, úgy látható egy összefüggés a teljesítmény növekedésével is, aztán ez tetőződik, elér egy optimális szintet, és onnantól viszont, ha a szervezet, legyen az most a fizikai vagy mentális, pszichés szervezetünk, elkezd terhelődni továbbra is, hogy túllépte ezt az optimális szintet, akkor sajnos beindul egy negatív spirál, egy leszálló ág. Ennek első jelei például a fáradtság, a szorongás, a kimerültség, és végül az összeomlás. Ez lehet fizikai, lelki összeomlás egyaránt. Itt látjátok az ábrán egyébként a kiégést. Mi a munkapszichológián belül borzasztóan foglalkozunk a kiégés témájával is. Ez úgy kapcsolódik a stresszhez egyébként, hogy ahogy látjátok, tehát azért a pozitív stressz az nem vezet kiégéshez, viszont amikor átlépjük ezt a maximális szintet, amivel még terhelhetőek vagyunk, akkor a legvégső állapot a kiégés lehet, és onnan borzasztóan nehéz visszakerülni, tehát az már egy súlyos stressztünet együttes. Ami a pandémiára vonatkozó aspektust illeti, ez az egész modell alkalmazható annak megértésére is, hogy például az első hullám az inkább pozitív stressznek tette ki az embert. Ha emlékeztek, rövid időn belül, nagyon hamar, pár napon belül át kellett állnunk online életre. A cégek egy-két hét alatt, de voltak, akik egy hétvége alatt átálltak úgy digitális működésre, hogy azelőtt évekig, hónapokig ezt nem sikerült megvalósítani. Tehát a túlélésre hajtottunk mind a szervezetek, mind pedig az egyén és a munkavállaló is. És igazából kihozta belőlünk az alkalmazkodási képességet nagyon-nagyon gyorsan. Azonban a második hullámmal az, hogy fennmaradt ez az egész korlátozás és bezártság, elindult a lefelé menő spirál, és ezért éljük ezt meg sokkal stresszesebben a második hullámot. Ami a stressz tüneteit illeti, így hoztam nektek egy összefoglalót arról, hogy általánosságban mik azok a tünetcsoportok, amik a stressz jelei. Ennek vannak testi tünetei, ide tartozik a fejfájás, az ízületi fájdalmak, különféle bőrproblémák, az emésztési problémák, az érrendszeri problémák. Vannak ennek érzelmi, hangulati vetülete is a stressznek, amikor ingerlékenyebbek, indulatosabbak leszünk, nagyon sok a hangulat ingadozás, amin átmegyünk, depresszív gondolataink vannak, eluralkodik rajtunk a pánik vagy a szorongás, és ez fásultságig tud menni. Vannak mentális kognitív tünet együttesek, ilyen például a koncentrációs zavar, vagy hogyha egyre inkább szétszórtak vagyunk, vagy agyalunk este, nem tudunk kikapcsolni alváskor sem, memóriazavarok lépnek föl, negatív lesz az én képünk, illetve egyre gyakoribbak lesznek a hibázások, szakmai hibázások is, illetve a hétköznapjainkban is. És van egy negyedik tünetcsoport, ez a viselkedésbeli tüneteknek írjuk le. Ide tartoznak az alvási, étkezési, szexuális zavarok, a káros szenvedélyeknek a felerősödése is, alkohol, cigi, drog használat növekszik, jobban elhanyagoljuk a közeli kapcsolatainkat, és képtelenekké válunk a kikapcsolódásra. Ez lett volna így a bevezetés magáról a stresszről, csak egy kicsit így felüssem a témát, és most rátérnék magára a kutatásunkra. Ahogy mondtam, ez tavaly ősszel kezdődött. Mi ötten úgy álltunk össze, hogy ez egy vizsgaelőadás volt, föl kellett készülnünk egy témából, meg kellett azt kutatnunk, és utána elő kellett azt adnunk. És mi ötten nagyon hamar ezt a témát választottuk, hogy megnézzük, hogy milyen a home office-ben a dolgozóknak a pszichoszociális jóléte. Októberben, amikor pont akkor kezdtük el a kutatást és az egésznek az átbeszélését, amikor az első korlátozásokról szó esett,
és teljesen áprilisig folytattó. Alapul a kérdőívnek interjúkat vettünk föl, és szerettük volna látni első körben, hogy a munkavállalók mit éltek meg a pandémia első 6 hónapjában, márciustól októberig, illetve 2 munkapszichológussal is készítettünk interjúkat, hogy lássuk, hogy a szakemberek miket tapasztaltak a vezetőkön, a csapatokon. Ez alapján kialakítottuk a kérdőívet, és egy kampányt indítottunk rá. Ami a munkavállalókat illeti, elhoztam nektek azokat a kulcsmondatokat, amelyek majdnem mindegyik interjúban megjelentek, illetve amelyek kifejezik jól azokat az eredményeket, amit a nemzetközi kutatásokban és a hazai tanulmányokban is látható. Ami elhangzott többek között az az, hogy szubjektíve úgy élik meg, hogy több a munkával töltött nettó idő otthon, mint bent az irodába. Az irodában vannak ilyen holtjáratok, mindannyian tudjuk, a kávézás, a cigiszünet, az ebédszünet, ez meg az, tehát hogy sokkal jobban eloszlik, úgymond a munka nettó mennyisége. Otthon viszont szubjektíve többnek érzékelik ezt, még ha momentán például nálunk a kutatásban az jött ki, hogy nem növekedtek a mennyiségi elvárások. Kísértést éreznek arra, hogy hétvégén és este is dolgozzanak, szélsőségesen elmosódott munka és magánélet határa. Az is elhangzott az interjúban, hogy inger szegény az itthoni munka, hiányoznak a munkatársaim, a kávézás. Hozzáteszem, hogy ez nem a nagycsaládos otthonokra jellemző, sokkal inkább az egyedülállókra vagy a párban dolgozókra volt ez jellemző, hogy nem kaptak elég ingert a hosszú bezártság miatt. Össze-vissza eszek sokszor gép előtt, nagyon fölborult a napi ritmus. Arról is kérdeztük őket, hogy a munkaadók, a vállalatok hogyan kezelték az egész pandémiával kapcsolatos kommunikációt, és az a jó hír, hogy ezzel kapcsolatban viszonylag pozitív válaszokat kaptunk, hogy transzparens volt a kommunikáció, ugyanakkor a kollégákkal sokkal nehezebbé vált a virtuális térben egymást elérni, úgymond vadászni kellett rájuk. Arról is kérdeztük őket, hogy mit biztosított a munkaadó ahhoz, hogy pozitívan éljék meg az otthoni munkavégzést, és ahogy a kutatásunkban is majd látni fogjuk, de ők maguk is mondták, hogy IT eszközökön kívül más nem biztosítottak nekik. Az is érdekelt bennünket, hogy hogyan látják a munka jövőjét, mi lenne az, amit preferálnának, ha visszatérünk a normál életbe. És az, ami elhangzott, hogy 2 nap bent, vagy 3 nap bent, 2 otthon, ez lefedi azt, amit a nemzetközi kutatásokban is látni. Tehát a hibrid munkavégzés, ez igazából valami ilyesmit jelentene. Azt is látjuk, arról is sokat beszélünk szakmai fórumokon, hogy felerősödött az a pandémia alatt, hogy igazából a munkahelyi élet, tehát az irodai munka bent, a irodaházban, az sokkal inkább a munkahelyi közösségről szól, mint a hatékony munkavégzésről, hiszen azt otthon is el lehet végezni. Ami az interjúkat a munkapszichológusokkal illeti, itt is elhoztam nektek azokat a kulcs gondolatokat, amelyeket szintén látni nemzetközi kutatásokban. Ami elhangzott részükről, és azt nagyon érdekesnek tartom, és ez kapcsolódik ahhoz, amit említettem is, hogy a vezetőknek átértékelődött a szerepe, hogy az egyik munkapszichológus mondta, elkezdték feleslegesnek érezni magukat, mert rájöttek, hogy nélkülük is megy a munka. Ez nem azt mondom, hogy traumatizálta a vezetőket, de azért az egész vezetői identitást újra kellett egy picit építeni emiatt. Nem is feltétlenül projektvezetőkre gondolok itt most rátok, akik dominánsan itt jelen vagytok, hanem a középvezetői rétegre, vagy a felsővezetői rétegre, akiknél azért nem feltétlenül a munka csak a csapatok irányításából áll. Na most, amit még észrevettek a munkapszichológusok, és ez is nagyon izgalmas, az az, hogy rájöttünk arra a pandémia alatt, hogy a céges politizáláshoz fizikailag jelen kell lenni, virtuális térben sokkal nehezebb megvalósítani, viszont ami pozitívum ezzel járt, az, hogy a vezető fókusz a csapatok felé irányult jobban. Erre szükség is volt, ugyanis egy másik fontos hozadéka volt ennek a virtuális online munkavégzésnek, az, hogy drasztikusan lecsökkent a csapatokon belüli kohézió, ezért nagyon extra figyelmet kellett fordítani a vezetőknek arra, hogy összetartsák a csapatokat. Egyébként ez mai napig az egyik legfontosabb kérdése a vezetőknek, amikor coachingba jönnek például. Fontosabbá vált a visszajelzés a csapattagoknak, mondták a munkapszichológusok, ami teljesen érthető, hiszen nagyon lecsökkent a metakommunikációs jeleknek a használata, ugye itt virtuális térben. Nem ugyanúgy tudjuk értelmezni a másiknak a mondandóját, jelzéseit, ezért
extrán fontosabbá vált az, hogy visszakérdezzünk, ismételjünk, megkérdezzük, hogy értette, mi a feladat. A számonkérést is sokkal direktebben kell végezni, főleg akkor, hogyha mondjuk kamerát sem lehet használni. Tudok olyan cégekről, ahol policy van arra nézve, hogy nem kapcsolhatják be a kamerát a dolgozók, tehát ott ez abszolút kiélezetté vált ennek a kérdése. Felértékelődött az emberi kapcsolat, sokkal jobban értékeljük most már azt, ugye, hogy kapcsolódunk másokhoz. Ami még elhangzott, és ez szintén visszaköszön a nemzetközi kutatásokban, az az, hogy az extrovertált személyeknek nehezebb volt az egész otthoni munkavégzés, mint az introvertáltaknak. Valamint az egyedülállóknál a szakemberek inkább a szorongást látták felerősödni, míg a családban a konfliktusok éleződtek ki. Felszínre jöttek továbbá pszichés problémák. Ez számos pszichológiai fórumon és tanulmányban megerősítést nyert, hogy egy ilyen pandémiás helyzet előhozza azokat a pszichés problémákat is, amik egyébként normál békeidőben úgymond rejtve vannak, és ahogy már korábban is említettem, ez a függőségek, szenvedélybetegség felerősödését vonta maga után. Fölborult az étkezés alvásritmusa, ahogy korábban a munkavállalók is mondták, illetve érezhető a félelem a munkahely elvesztésétől a munkavállalóknál. Tehát ezek voltak azok az interjúk, amik mentén gyakorlatilag mi kialakítottuk aztán a kérdőívet. Ennek alapjául egyébként a koppenhágai munkahelyi stressz kérdőívet vettük, nem tudom, ez mennyire ismert számotokra. 2015-ben validálták ezt magyar munkapszichológusok, eredetileg 92 kérdést tartalmaz, mi ebből 39-et szűrtünk le, ami a pandémiára vonatkoztatható, illetve hagytunk a kérdőívben egy szabad mezőt arra, hogy kifejezhessék az emberek a stressz fizikai és lelki tüneteit, ezt majd be fogom mutatni, milyen eredményeket kaptunk. A másik oldalt pedig látjátok azt a 6 dimenziót, amin belül mi megvizsgáltuk ezt az egész otthoni munkavégzésnek a minőségét. Egyrészt rákérdeztünk az egészségi állapotukra, mennyire tudják a munka-magánélet egyensúlyát tartani, változtak-e a munkakörülmények, munkatársakkal, vezetőkkel való viszony milyen, és hogy hogyan élik meg effektíve a home office-t, megterhelőbb-e érzelmileg, mint bent dolgozni. Ez a minta, amit végül is, ami mutatja, hogy Facebookon és LinkedIn-en mennyi embert értünk el, az ősszel látszik, hogy 449 embert sikerült elérni. Tavasszal sokkal nehezebb volt, ugyanis akkor indítottuk el a kérdőív kampányt, amikor bevezették az óvodai és iskolai korlátozásokat, és akkor már képtelenség volt a nagycsaládosokat elérni. Illetve az egyik munkapszichológus, az egyik ügyfelénél, egy IT szektorban dolgozó KKV-nál szintén használta a kérdőívenket, és így 808 embert sikerült elérnünk. Ahogy látjátok, a generációs megosztása nagyon viszonylag kiegyensúlyozott volt így a mintának. Látszik, hogy többféle korcsoportot is sikerült elérnünk, illetve oldalt látszik azt, hogy a nemek aránya hogyan alakult, ezért dominánsan nők töltötték ki a kérdőívet, és ez egyébként megegyezik a magyar stressz felmérés kitöltés arányaival, ott is a nők háromnegyed részben, férfiak egynegyed részben töltik ki. Itt nagyon izgalmas kérdés, hogy vajon miért van ekkora különbség, kevésbé stresszesek-e a férfiak, vagy nem szívesen töltenek ki stressz kérdőívet. Amit még itt hoztam, az az, hogy 20%-a volt a kitöltőknek vezetőbeosztás, 80%-a pedig alkalmazott beosztott, és ugyanez a KKV mintán is megjelent ez az arány. És akkor mi az, amit mi találtunk eredményeket? Egyrészt előjáróban azt kihangsúlyoznám, hogy az őszhöz képest sokkal jobban romlott mind a home office megélésének a minősége, mind pedig az egészségi állapota a kérdőívet kitöltőknél, ez látszik. Amik viszont igazán stresszt okoztak, első helyen az elmosódott határok állnak, tehát munka magánélet szélsőségesen elmosódott. A nemzetközi kutatások is ezt mutatják egyébként, hogy ez okozta az egyik legnagyobb stresszt a munkavállalóknál, hogy nagyon nehezen tudták tartani a határokat. A másik és számunkra meglepő tanulság a kutatásnak az volt, hogy nagyon rossz az otthoni irodai ergonómia.
a munkaadók 76%-a nem biztosított egészséges széket, irodai felszerelést az otthoni munkavégzésre az IT-eszközökön kívül. Viszont az látszik, hogy amikor fél évig tart egy tartós home office, akkor elengedhetetlen az, hogy fizikai károsodás lépjen föl, ha nem egészséges az a szék, amin például ülünk. A harmadik nagy stresszfaktor az a kötelesség konfliktusából adódott, érthető módon, tehát ott, ahol a családi magánéleti kötelezettségeket is teljesíteni kellett, ugyanabban az időintervallumban, amikor a munkát kellett végezni, az nagyon komoly stressz jelentett, és kihatott a munka hatékonyságára is. A következő, ez szintén ehhez kapcsolódik, a térbeli konfliktus, amikor több mindenkinek kellett osztozkodnia ugyanazon a téren, ahol korábban munkavégzés nem történt. Ez is jelentősen növelte a negatív home office megélést, és pszichésen is terhelte az embereket. Illetve van még egy fontos tényező, amiről már korábban beszéltem, az, hogy nagyon-nagyon számít abban, hogy hogyan alakul a tartós home office megélése, hogy a vezetőnek milyen a hozzáállása. Számos beszélgetés, kutatás zajlott tavaly is azzal kapcsolatban, hogy az egyik legfontosabb tényező az a vezetői empátia. Mennyire empatikus a vezető azt illetően, hogy otthon milyen állapotok uralkodnak, és az figyelembe veszi például a munka teljesítmény értékelésénél, mennyire foglalkozik a csapatával a dolgozóknak a jól létével, megkérdezi-e, hogy ki hogy van, vagy sem. Azt láttuk a KKV-s mintán egyébként, hogy ott jelentősen, szignifikánsan befolyásolta a pszichés állapotot, a home office megélését, az, hogy a vezető az milyen volt. És végül is nem utolsó sorban a munkatársi kapcsolatoknak a fontossága. Jó hír, hogy az őszhöz képest a tavaszi mintán is az látható, hogy konstansan jó szinten maradtak a munkatársi kapcsolatok. Mi azt a következőt is vontuk le ebből, hogy az embereknek nagyon-nagyon sokat jelentett. Talán ez volt az egyik leginkább stresszvédő faktor, hogy jó a viszony a munkatársakkal, meg tudják velük beszélni, hogy ki mi megy át, tudnak egymásra támaszkodni. Tehát, hogy ez borzasztóan fontos. Ott, ahol ez nem volt jelen, nem volt erős ez a munkahelyi közösségi élmény, ott sokkal inkább ki volt az egyén téve a társas izolációnak. És akkor hoztam nektek még egy ábrát, is sok-sok szám látható. Azt gondolom, hogy amikor néztük az adatokat, ez a rész volt számunkra érzelmileg a legmegterhelőbb ezt feldolgozni. Itt, amit láttok, az, hogy 333 ember kitöltötte azt a szabad szöveges mezőt, amiben arra kérdeztünk rá, hogy milyen fizikai stresszhez kapcsolatú tüneteket fedez fel magát. Ez az ábra azt mutatja, barnával vannak az ősz eredmények, zölddel a tavasziak, hogy a 333 ember 41%-a a kis golyók oldalt mutatják azt, hogy összesítve milyen arányban szerepelnek ezek a tünetegyüttesek, a fejfájás vagy ahhoz köthető tüneteket jelölt meg, tehát gyakorlatilag majdnem a megkérdezettek fele. Ezt követik az alvás problémák és a fáradékonyság, valamint az emésztési étkezési problémák, illetve ugyanígy szinte minden ötödik ember ízületi fájdalmakról, idegi hangulati tünetekről, mellkasi, keringési problémákról és szorongásos tünetekről számolt be. Hogy érzékeltessem veletek, hogy milyen szavakkal, milyen konkrét tünetekkel osztották meg a tapasztalataikat ezek az emberek. A következő szlájdra a szürke mezőkben láthatjátok azokat a szavakat, amik ők konkrétan leírtak. Például a fejfájásnál a szédülés, migrén, fűzúgás, ez nagyon gyakori volt, azért dominánsan 80%-ban fejfájást írtak. De ide tart például az emésztési problémákat, csak felsorolás szinten, hogy hogyan hat rátok, amikor ezt halljátok. Nagyon gyakran említették a hasfájást, hasmenést, gyomorégést, gyomorgörcsöt, gyomorsavat, hányinget, reflux, evészavarok, hízás vagy súlycsökkenés, étvágy problémák, ezek így halmozottan jöttek elő. Szorongásos tüneteknél csak egy párat elmondom,
mondanék, a sírás és pánikroham, a hajhullás, körömrágás, különféle bőrproblémák az ekcémától, allergián át a viszketésig, nagyon sok esetben előjöttek a fogcsikargatás és az elszigetelség, és, a, és az, az éjszakai agyalás, ez mind részét képezi azoknak a stressztüneteknek, amelyekről beszámoltak az emberek. És végezetül az, hogy, hogy mik, a, mik ennek a kutatásnak a tanulságai számunkra. Voltunk egy konferencián, ahol előadtuk ezt áprilisban, és egy kerekasztalon arról kérdeztek minket, hogy most mennyire a munkaadó, vagy mennyire a munkavállaló, a dolgozónak a felelőssége azt, hogy a pszichés jólétét biztosítja tartós home office-ban. Azt gondoljuk, hogy mind a kettőn áll, tehát a munkaadón is sok múlik, hogy hogyan tehermentesíti a munkavállalókat, viszont azt is gondoljuk, hogy az öngondozás, a self-care-nek a fontossága az a munkavállalóra hárul. És mi tartozik ide az öngondoskodásba? Egyrészt az, hogy nagyon fontos meghúzni a határokat. Ez gyakorlatilag ki kell eszközölni, erőszakolni valahogy otthon. Nem könnyű, elismerem. Jó magam is nagyon sokat küzdöttem ezzel. De enélkül így, hogyha szétfolyik így a munka, sokkal nehezebb, sokkal jobban kifáradunk. Tehát az időt hatékonyan kell tudni strukturálni otthon. Egy másik fontos aspektus az öngondolkozásnak az az, hogy a stresszt és a kiégést nem kezelni kell, az már késő, hanem megelőzni, célszerű. Ezért tanácsoljuk, javasoljuk, hogy a reziliens megküzdést erősítsük inkább. Számos tanfolyam van ezzel kapcsolatban, és a reziliencia az a kompetencia, ami fejleszthető és erősíthető. Tehát ez nem velünk született, hanem ez tényleg valóban fejleszthető. Nagyon fontos a me time, a saját idő, az önreflexúra arra, hogy megéljük az élményeinket, hogy ki tudjunk kapcsolódni, illetve mindenképpen javasoljuk valamilyen segítségigénybevételét is ehhez, akár coaching, pszichológia vagy önfejlesztés formájában. Ahogy az előzőben is elhangzott, borzasztóan fontos, hogy legyen egy megbízható munkatársi kapcsolati háló, egy közösségi háló, akár online térben is nagyon jól tud működni, és komoly stressz kímélő tényező. Valamint, amit többször is kihangsúlyoztam az előadásomban, hogy nagyon fontos a megfelelő otthoni irodai ergonómia. És egy záró ikon, jön a nyár, úgyhogy mindenkinek kívánok jó töltődést, ugyanis ez is nagyon-nagyon fontos, hogy ezt az időszakot erre tudjuk használni. Az látszik az ezzel kapcsolatos kutatásokban, hogy a tavalyi nyár, a két hullám közötti időszak azért nagyon sokat segített abban, hogy az őszi időszakot jobban tudjuk kezelni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és reziliens megküzdést kívánok mindenkinek. Át is adom Viviennek a szót, aki a Corvinusnak a pénzügyi számviteli alapszakán tanul, most másodéves, nagyon tehetséges, 21 éves fiatal hölgy, akinek gratulálunk ezúton és mindenki előtt a második helyzethez, ez egy nagy érdem, és az IKMA Nemzetközi Project Management Szövetség student minősített project management szakembere. Úgyhogy akkor Vivien, tiéd a szó. Köszönöm szépen a felvezetést és a dicséretet is, köszönöm szépen még egyszer, és ahogy már Juli is felvezette, én a project management kapcsolatát vizsgáltam a mentálhigién és kérdések körében, és igazából az ihletés onnan jött, hogy a munkahelyemen egyre több emberen vettem észre azt, hogy motivációjukat elvesztették, kiégés jeleit tapasztalhattam már így a bezártság ideje után, és igazából arra voltam kíváncsi, hogy ez hogyan hat a teljesítményükre, így hosszabb távon, és a projektek előrehaladását hogyan befolyásolja, és erre építettem fel a kutatásomat. A magyarországi adatokat, ha megnézzük, akkor láthatjuk, hogy a rendszeresen távmunkát végzőknek a száma az a pandémia előtti időszakban olyan 38-40 ezer fő körül alakult. Igen, az átlag az ugye 38-40 ezer fő körül kellett volna, hogy alakuljon a továbbiakban is, viszont ugye ez a pandémiás helyzet, ez végül is egy rettentő nagy növekedést okozott a 2020-as év második negyedévében, ami számszerűen körülbelül 250 fős növekedést jelent, ami nagyjából 300 ezer fő
rendszeresen, tehát heti 4 napot, vagy annál többet otthonról dolgozik. A harmadik negyed évben pedig 45 ezer fővel növekedett ez az átlag, viszont emellett láthatjuk a grafikonon is, hogy rettentően megnőtt azoknak a száma is, akik legalább heti 2 napot dolgoztak home office-ból. A következtetés igazából ebből csak annyi, hogy a harmadik negyed évben így a kormányzati és vállalati szabályozásnak köszönhetően ezeknek a távmunkát végzőknek a száma az valamelyes csökkent, viszont még mindig jelentősen meghaladja az előző évi átlagot. A kutatásom kerete igazából egy amerikai nagyvállalat lányvállalatára korlátozódott, és végül is a vállalatnál 20 főt kérdeztem meg, akik különböző projekteken dolgoztak. A kutatásnak az alanyai között egyaránt megoszlott a férfi és nők között az arány, 55-45%-ban voltak férfiak és nők. Ezen kívül próbáltam megkérdezni minél több korosztályt. Voltak ugye fiatalok, 20 és 29 évesek között, és egyaránt... Na mindegy, voltak különböző korosztályból emberek, és a V-interjúkat próbáltam úgy felépíteni, hogy a magánéleti és munkahelyi állapotot is felmérjem, és a mélyinterjúknak is 3 fő időszakra bontottam igazából. Az első az, hogy egy járvány előtti általános felmérés, hogy milyen alapról indulunk, tehát hogy milyen helyzetben van a munkavállaló, mind magánéleti és mind munkahelyi szempontból az adott munkavállaló. Emellett a pandémia és a home office-nak a hatását igazából az alaphelyzethez képest mennyiben befolyásolta, és a lezárások hogyan hatottak végül is az előző helyzethez képest. Majd a mentális állapotot, mivel magánéleti és munkahelyi kérdések is voltak, így összevetettem, hogy hogyan hat végül is így a teljesítményre, és milyen összefüggésben van a kettő. A kutatás végül felmutatott olyan extra stresszforrásokat, amelyek a COVID előtt még így nem voltak jelen, és ahhoz képest most ezek felmerültek, és 2 nagy csoportba tudjuk ezt bontani. Az egyik az, hogy a járványhelyzet előtt, ami csak a járványhelyzetből fakad, ilyen például, amit Júli is említett, hogy egy általános félelem, aggódás, feszültség van az emberekben, és ez extrán megterheli őket mentálisan, valamint néhány embernél felmerült a munkahely elvesztésétől való félelem, és a tehetetlenségnek az érzése is sokaknál kiütközött. Ezen kívül megkülönböztethetünk olyan stresszforrásokat, amelyek főleg a gyermekes családokat érintették, ilyen ugye például, hogy bezártak az iskolák, az óvodák, mindenki egy fedél alatt volt összezárt, összezártan éltek a családok, és ezek is konfliktusokat szültek. És ahogy Juli is említette, nálam is kiütközött az az interjúk alapján, hogy főleg a nőket megterhelte az, hogy sok esetben tanárként, édesanyaként és munkavállalóként is meg kellett felelniük, azonban ez nem sikerült, és nagyon feszülté tette őket, hiszen bármennyire is próbáltak, nem tudták összehangolni és megfelelő 100%-ot nyújtani mindenhol. Ezen kívül vannak ugye olyan stresszforrások, amelyek a tartós home office-ból fakadnak, és ilyen például ugye az, hogy megritkultak a szociális kapcsolatok, és ezek alapján meg tudunk különböztetni majd kritikus csoportokat, amelyre majd később visszatérek. Ezen kívül felmerült egy olyan stresszforrás az otthoni munkavégzőkben, hogyha nem válaszolnak azonnal azoknak, akik bentről dolgoznak az irodából, akkor hihetik azt, hogy csak a lábukat fogatják, és nem végzik rendesen a munkájukat, és ez konfliktust is szülhet akár az irodai dolgozók és az otthoniak között. Illetve az én kutatásomból is kiderült, hogy sok esetben felborult a work-life balance, és nem tudták fenntartani ezt az egészséges egyensúlyt, hiszen lényegében csak egy ajtó választott el a munkát és a magánéletet egymástól. Ezen kívül még sok embert érintett az, hogy lelassult az információ áramlás,
sokkal több időbe telt az, hogy válaszoljanak egy e-mailre, vagy nem csak odafordulok, megkérdezem, és akkor egyből választ kapok a kérdésemre, hanem meg kell várni, amíg mondjuk válaszol, elolvassa, sokkal több az e-mail, mire feldolgozásra kerül ez sok idő, illetve nálam is kiütközött az, hogy átalakultak a szokások, és elmaradoztak az edzések, utazgatások, ilyesmi, és elkényelmesedtek igazából az emberek, hiszen csak otthon voltak, plusz kilókra is sokan panaszkodtak például. Ahogy említettem, megkülönböztettem kritikus csoportokat is, illetve megkülönböztettem egy olyan csoportot, akik a legkevésbé voltak ebből a szempontból kritikusak, ők pedig a 40 év feletti férfiak bizonyultak, hiszen ők sokkal nagyobb élettapasztalattal, sokkal nagyobb napi rutinnal rendelkeztek, illetve sokkal tudatosabban kezelték a változást, hiszen igazából nekik nagy valószínűséggel és többségében családjuk volt, és el voltak foglalva azokkal a családi ügyesbejös dolgokkal, amelyek lefoglalták, és nem volt igazából még idejük se arra gondolni, hogy úristen, mi van most. Viszont ehhez képest a fiatal pályakezdő munkavállalók, ennek pont az ellentétjei, akiknek nincsen akkora munkatapasztalata, és nincsen kialakított napi rutinjuk, még nem szokták meg ezt, nincsen ilyen mértékű stresszben még tapasztalatuk, illetve a tapasztalat azt mutatja, hogy könnyebben megcsúsztak a határidőkkel, vagy sokkal inkább hajlamosak voltak a halogatásra, és az extrovertált fiatalokat pedig sokkal inkább megviselte a társas kapcsolataiknak a hiánya. A másik kritikus csoport, akikre nagy figyelmet kell fordítani, az az egyedül élő magányos egyéneknek a csoportja, akiknek a munkatársakkal való kapcsolat jelentette az egyedüli szociális kapcsolatot, és sokkal könnyebben izolálódtak ezáltal, és náluk sokkal nagyobb eséllyel fordultak elő ezek a mentális problémák. Voltak olyan stresszforrások, amelyek a COVID-helyzet előtt fennálltak, és a home office által ezek redukálódtak. Ilyen például az, hogy sokkal kötetlenebbé vált a munkaidő, nem volt az a stressz és nyomás, hogy be kell érnem 8-ra, az, hogy el kell vinni ugye időre az iskolába a gyereket, stb. És ez mellett még például az, hogyha valakinek esetleg személyes feszültsége volt valamelyik kollégával, akkor ez kevésbé volt érezhető a home office-ban, illetve a munkavállalók, vagyis hát az elmondottak alapján, amíg be kellett járni a vállalathoz a járvány kezdetekor, akkor nem érezték magukat annyira biztonságban a tagok, mint amikor otthon lehettek, és ezáltal az otthon egy ilyen pozitív, biztonságot nyújtó környezetet teremtett ezzel redukálva a stresszt. Továbbá még pozitív hatása volt például a home office-nak a meetingekre, sokkal gördülékenyebben, hatékonyabban mentek, és sokkal inspirálóbbaknak tartották ezeket a meetingeket az elmondók, illetve a munkába járás idejét sok esetben a projekt feladataikra fordították a megkérdezettek. A vállalatnál a projektek a lezárásokkor lelassultak a folyamatuk, illetve sok esetben meg is álltak, és ebből kifolyólag, amikor a kormányzat, illetve a vállalat úgy döntött, hogy enyhít egy kicsit a szabályokon, akkor fokozott terhelés jellemezte ugye a munkájukat. Viszont azt tapasztaltuk a vállalatnál, hogy nem volt szignifikáns hatékonyságromlás szerencsére, így a vállalati riportok alapján, illetve az interjúk alapján. Ez sok esetben az elmondások alapján a menedzsment oldaláról, illetve a projektvezetők oldaláról extra időráfordítást jelentett, illetve sokkal inkább mikromenedzseltek, többet foglalkoztak a projektcsapat tagjaival, akár ilyen lelki oldalról is, nem csak a kötelességek oldaláról. Ezen kívül gyakoribb jelentéseket vártak el, hiszen ezzel is elkerülhető volt a halogatás, sokkal jobban motiválták és ösztönözték őket arra, hogy folyamatosan haladjanak a feladataikkal, illetve a projektok elmondás alapján, akik halogattak, azoknak a határidő előtti időszakban sokkal több munkával járt ez, hogy be tudja fejezni időben a feladataikat, illetve az elvégzett munkában sokaknál
felmerült az a probléma, hogy sokkal pontatlanabb, sokkal több a hiba, és minőségbeli problémák is akár pont a többletmunkából és a halogatásból fakadóan felmerült. A vállalatnál is a megkérdezettek körében hatékonynak bizonyult, mint módszer, az a napindító online meetingek, amelyekkel kicsit ráhangolódtak az aktuális feladatokra, akár beszélgettek, hogy ők hogy vannak, hogyan érzik magukat, és ezzel is egy kicsit feloldva bennük ezt a stresszt, ami kialakult. Illetve ezen kívül például, akik egyénileg dolgoztak eddig főként, azok csoportos feladatokat kaptak, illetve akik már a motivációjukat elvesztették, sokkal több sikerélményt okozó rövid feladatot kaptak, hogy pozitív visszacsatolást kapjanak a munkájukról, ezzel is valamelyest fenntartva a motivációt. És ha globálisan nézzük a vállalatot, akkor munkavállalóközpontú döntések jellemezték az időszakot, hiszen ezzel is megerősítve őket abban, hogy nem fogják elveszíteni a munkájukat, mindent megtesznek annak érdekében, hogy biztonságban érezzék magukat azok is, akiknek nincsen lehetőség home office-ra, bár ez inkább globálisan tekintve egy ilyen kitekintés. Viszont hosszabb távon a károkat csökkenteni kell, és ahogy Gyuli is mondta, ez hasznos lehet mentálhigiénés szakembernek vagy pszichológusnak a bevonásával, mind vállalati, mind egyéni szinten, hiszen ez mindenkinek az érdeke, hogy ezek a károk csökkenjenek, illetve a továbbiakban közösségépítés, önfejlesztő tréningek is hatásosnak bizonyulhatnak, hiszen ha a legközelebb egy ekkora mértékű stressz helyzet és krízis helyzet alakul ki, akkor egy sokkal stabilabb elmével és egy sokkal stabilabb mentális háttérrel tudjanak szembenézni ezekkel a kihívásokkal ezek a tagok. A végül megfogalmaztam konklúziókat így a kutatás alapján, miszerint ugye a mentális egyensúlynak a felborulását a tartós home office ugye elősegítette, amely némiképp kihatott a teljesítményükre, viszont ez a teljesítmény romlás nem hátráltatta jelentősen ugye a projekteknek az előrehaladását és sikerességét, illetve ahogy láttuk is, rendkívül sok olyan extra stresszforrás és stresszfaktor jelent meg, amely nyomást gyakorol a munkavállalókra. Ezen kívül a kutatás ugye kettős eredményt mutatott. Az egyik aspektusa, hogy az otthoni munkavégzés az ugye bizonyos keretek között jótékony hatása bizonyult a projektekre. Másrészt viszont az elmondások alapján és a tapasztalatok alapján a kizárólagos home office, tehát ez a heti 5 napos home office, ez rendkívül káros a mentális egészségükre hosszú távon. Ebből kifolyólag heti 1-2 nap bevezetése az jótékony hatással tud lenni a teljesítményükre, amellett, hogy nem hátráltatja a mentális jólétüket a projekttagoknak és a munkavállalóknak. Illetve még azt is elmondhatjuk a kutatás alapján, hogy a projektvezetőknek ez többletmunkával járt ez a helyzet, hogy fenntartsák ugyanazt az eredményt és hatékonyságot, mint azelőtt, illetve sokkal inkább a munkahelyi mentálhigiénés és higiénés tényezőknek a hiányának a csökkentésére kellett törekedni, például a kapcsolatokat mind a vezetővel, mind a kollégákkal meg kellett tartani, biztosítani kellett őket arról, hogy nem fogják elveszíteni a munkájukat, és ne érezzenek ebből viszonylag sokat, illetve ugye, ahogy mondtam is, rövidebb határidejű feladatokat kellett minél inkább teljesíteni, és pozitív visszacsatolást adni a motivációt vesztetteknek. Illetve végül ez a helyzet, ez kijelenthető, hogy rettentő kihívás volt a projektvezetőknek az elmondások alapján, hiszen így, mivel a projekttagok a vállalaton belül is különböző területekről jöttek, így az, hogy a projektvezető felismeri azokat a mentális elváltozásokat vagy problémákat, amelyek kialakultak a projektcsapatnak a tagjaiban, ez rendkívül nehéz feladat volt, és kihívás jelentett, ezért fontos az, hogy mindenki egyénileg is figyeljen a mentális egészségére. És köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Köszönjük szépen, Vivian, illetve Juli, neked is ezt a nagyon érdekes előadást.
Közben, ha megengedik, én megosztanék egy kérdőívet, amiről a visszajelzéseiket várjuk. Közben pedig látom már 58 van, de érkezett köze pár kérdés, ami, ha még belefér, egy-kettőt gyorsan feltennék Júli és Vivien nektek. Zújomini Marianna kérdezte, hogy a stressz optimális szintjénél a munka és magánélet stressze együtt hat kiégés vonatkozásában? Hogy együtt érvényes-e, tehát hogy az optimális szint az most a magánélet, hogy a munkára vonatkozik, nem értem a kérdést teljesen. Én úgy értelmezem, hogy a munkában és a magánéletben tapasztalt stressz hatással van együttesen a kiégésre. Abszolút, tehát hogy az egyikből fakadhat a másik, tehát azt azért látni, hogy ott, ahol a magánéleti problémák is jelen vannak, és stresszes a munkahely is, akkor ez a kettő ez összeadódik abszolút, tehát hogy a kettő elvezethet kiégéshez, illetve a munkában lévő problémák visszahatnak a magánéleti helyzetre is, hogy a kettő egymást felerősíti. Nem tudom, hogy erre gondolta az illető, de abszolút összefüggés van. A kiégésnél már igen, tehát a magánéleti tényezők szerepet játszanak. Köszönöm, rendben. Nagy Zoltán kérdezi, az otthoni munkahelyi ergonómia szerintem egy nagyon fontos téma. A kérdés, hogy van-e arra vonatkozóan adat, hogy a cégek mekkora része hajlandó jövőben is engedélyezni a home office-t, és ehhez akár támogatást is adni a munkahelyi ergonómia megteremtéséhez. Az, hogy mennyien fogják a home office-t támogatni, én amit látok szakmai fórumokon, az, hogy ez van most kialakulóban. Tehát ez a féle hibrid munkavégzés, mérik föl a cégek, a nagy multik rendszeres kérdőívezéssel biztosítják azt, hogy kapcsolatban legyenek a munkavállalói preferenciákkal, és ez alapján, például tavaly is az látszott, hogy tavaly ilyen körül kezdték el fölmérni, hogy ősztől hogyan alakul ez az egész. Az, hogy visszaállnak-e vagy sem. Én konkrétan Magyarországra vonatkozóan nem tudok kutatást, de a McKinsey nagyon sokat foglalkozik ezzel a témával, és ott az látszik, hogy a hibrid munkavégzés fog a jövőben dominánssá válni, tehát a heti 2-3 home office. Azt gondolom, hogy az ergonómia valószínűleg azért nem volt fókuszban az első egy évben, vagy a pandémia első-második hullámában, mert nem voltak ezzel kapcsolatban kutatások sem, hogy ez egészségkárosító hatással bírhat. Tehát tök jó a kérdés, és ezzel érdemes foglalkozni. A mi kutatásunk abszolút rávilágított erre. Köszönöm. Igazság szerint egy óra van. Viktor, mit gondolsz? Egy kicsit késve kezdtünk. A hangkérdés szerintem egy-két percet ráhúzhatunk, itt nyugodtan írjatok a csekk tablakba nekünk, közben azért nézek oldalra, mert másik képernyőn nézem, jönnek-e kérdések. Rendben, én akkor még tudnék kérdezni. Tilda Tilla írja, a digitális oktatás körüli fejletlenség a tanároknak is komoly kihívás volt, és nem is a hozzáállás miatt, hanem a teljes felkészületlenség a tanárok képzésének hiánya és a környezetek ismeretlensége miatt. Illetve következő komment, körülbelül 20 évvel ezelőtt volt szerencsém vezetni a Matáv távmunka projektét, akkor is az volt az álláspontunk és a tapasztalatunk is, hogy a részleges távmunka a nyerő, kb. 50% egyéb feltételek fennállása esetén. Köszi a remek előadást, ez Pávölgyi Lajos írja. Igen, ez jó hallani. Igen, multiknál lehetett látni, hogy már elindították ezt az egész home office kialakítást, és a virtuális munkavégzést. A Vodafone-nál, csak hogy mondjak egy viszonyítási alapot, a Vodafone-nál ez egy 2 évig tartó program volt egyébként, hogy bevezetni a heti 1 nap kötelező home office-t, 2 év volt. Tehát ezt ki kellett alakítani az irodát, policy-t kellett létrehozni, hogy az emberek mikor mehetnek heti 1 napot, és nagyon-nagyon sok kihívást jelentett a vezetőknek is, a csapattagoknak is, hogy ezt megszokjuk. Tehát ehhez képest egy nagy multi így ment át ezen, a pandémia alatt az, hogy ez pár nap alatt sikerült elérni, az igen nagy teljesítmény. Köszönöm, annyit tennék hozzá, hogy folyamatosan távoznak itt a résztvevők, hogyha bárkinek kérdése lenne, akkor
az esemény után egy follow-up e-mailt fog kapni mindenki, és akkor abba bele fogjuk írni, hogy milyen módon tudjátok még föltenni a kérdéseiteket, és akkor azt Julie és Vivian biztosan szívesen megválaszolja utána, úgyhogy abszolút. Éljetek ezzel a lehetőséggel. Szívesen megosztom a PDF verzióját is a prezentációnak, ezt is el tudjuk küldeni. Van esetleg még valami kérdés, vagy le tudjuk ezt zárni? A diasot igen, el tudjuk küldeni, igen. Igen, sok kérdés érkezett még, én akkor javaslom, hogy akkor azt elküldjük a válaszokat e-mailben mindenkinek, illetve a PDU pontokat is ott fogjuk küldeni. Így van, ez az esemény ugye egy PDU pontot ért annak, aki jelen volt, ezt a rendszerünk ellenőrzi, és erről fogjuk mindenkit értesíteni. Köszönöm mindenkinek a részvételt, illetve Julie Vivian nektek az előadást. Nagyon jó, aktuális téma volt, szerintem mindenki örült, hogy ezt így közösen meghallgathatott titeket. És akkor egészségére mindenkinek, aki itt időközben meg tudott ebédelni, illetve további jó munkát, és reméljük találkozunk mindenkivel a következő lunchendben alkalmával. Mi maradhatunk még? Csak hogy egy szívesen elolvasom az üzeneteket azért. Persze, persze. Köszönjük szépen, sziasztok! Hello, hello mindenki! Sziasztok, szép napot! Köszönjük, hello! Milyen tanács lenne, hogy észre a home office-ból? Ó, voltak ilyenek, akik nekem direkt beírtak, most látom, és milyen jó tanácsot tudnál adni vezetőnek, hogy tudja észrevenni home office-ba valakinek a csapatában negatív tünetei jelentkeztek a pandémia alatt? Igen, igen. Ez egy jó kérdés, és nehéz kérdés. Igen, 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 erről beszéltél te is, Vivian, pontosan, igen. Érdekes, HAO-nak van kimutatható költségmegtakarítás lehetőség, szerintem mennyire lehet ezt látni az adatokban. Költségmegtakarítás. Aha, ez is nagyon jó, hogy, hogy van a McKinsey végzett ilyen kutatásokat, úgyhogy ezt meg tudom nézni. Igen, van. Ezért is van az, hogy a cégeknek körülbelül egy harmada, bocsánat, én csak annyi, hogy a cégeknek egy harmada gondolkodik azon, hogy csökkenti az iroda méretét például. Igen? Igen, ez egyébként nálunk is felmerült, hogy, hogyha már 30%-ban tudnák csökkenteni a bent lévő állományt, akkor ugye az hozzá tudna adódni a termelési területhez, és így sokat tudnának ezzel spórolni. Uh-huh. Igen, és itt volt a Varajti Zoltánnak egy érdekes kommentje, hogy a stressztünetek egy része a rossz otthoni munkahelyi ergonómiához kapcsolódhat, kérdőjel. Itt a, nem csak ergonómia, a fényviszonyok is számítanak, az, hogy mekkora az a tér, mennyire jó a levegő. Tehát, hogy nagyon összetett, mindent kell nézni együtt a munkakörnyezetet, nem csak az ergonomikus ülőkét, vagy az asztalt, úgyhogy ennél ez összetettebb. Én is köszönöm, hogy nagyon érdekes, informatív, külön Viviannek. Azt mondja, az otthoni munka hatékonyabb, de kell személyes kapcsolat is, igen, abszolút. Szeretném megkérdezni, hogy elérhető a prezi. Igen, nagyon köszönjük. Köszönjük, köszönjük, köszönjük. Jó, én úgy látom, hogy pár kérdés maradt, úgyhogy... Oké. Okay. Jó, rendben. Nagyon szépen köszönöm, PMI, úgyhogy akkor... Akkor folytkővel elkészítem a prezentációt a PDF-be, és akkor Viviannel még válaszolunk a kérdésekre, és ki lehet küldeni. Jó így? Nekem teljesen. Köszönöm szépen. Jó, rendben, akkor lezárjuk. Köszönöm szépen. Sziasztok, hello! Sziasztok! Köszönjük szépen, sziasztok!